Nagyon olyan hangulata van a mai misének, minthogyha az egész évi édes Jézuskából elfogyott volna a cukor. Valahogy olyan savanyúnak tűnik az énekek is, néha olyan szomorúak nagybőjtben. És az evangélium is úgy kezdődik, hogy ez a nemzedék, akik itt vagyunk, akik együtt vagyunk, mi gonosz nemzedék vagyunk. Nem hangzik olyan jól, nem túl biztató. De azt, hogy gonosz nemzedék, az nem teljesen fejezi ki, amit Jézus mond. Egész pontosan azt mondja, és sok más fordításban úgy mondják, hogy perverz, vagyis elfordult attól, ami a természetes, ami a normális, ami a jó, ami a javunkra válik. Ez sokkal jobban kifejezi, hogy mi Jézus problémája. Jézus problémája az, hogy amikor megkapjuk azt a csodajelet, amit Jónás próféta adott a niniveieknek, Jónás próféta odaállt a város közepére, és azt mondta, 40 nap és elpusztul minden, vége lesz ennek a városnak. Akkor az első dolog, amit csinálunk, hogy megsértődünk. Hogy mondhat ilyet? Nagyon hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy ha lóg a cipőfűzőm és valaki szól, akkor mondom neki, köszönöm, hogy szóltál, de jó, hála Istennek, nem fogok elesni. Foci közben nagyon sokszor előfordul. Vagy hogyha lóg ki a pénztárca a zsebemből, akkor mondják, hogy vigyázz, elveszted az összes pénzedet meg a papírjaidat. De jó, hogy szóltál, hála Istennek, köszönöm szépen, már teszem is el. De hogyha az életem rossz irányba megy, és valaki rám kiált, akkor az első gondolatom az, hogy és mi közöd van hozzá? Miért szólsz bele? Hát nem az én dolgom. Én jobban tudom, hogy az én életem hogyan menjen tovább. Ezt jelenti, vagy ezt is jelenti, hogy egy kicsit elfordultunk a normálistól. Jézus Krisztus nem azért kiabál velünk, mert bármi rosszat gondol rólunk, hanem mert tudja, hogy veszélyes helyre megyünk. Veszélyes dolog történik velünk, mert nagyon könnyen gondoljuk azt, hogy majd mi jók leszünk, majd mi megjavítjuk a dolgokat, majd mi nekiállunk a nagybőjtnek, olyan jó emberek leszünk, hogy csak na. De amikor a legjobb dolgokat próbáljuk meg, akkor is állandóan vannak közöttünk veszekedések, vannak feszültségek, vannak nem megértések. Hogyha jóra törekszünk és mégis veszekszünk, mi van akkor, amikor nem törekszünk annyira a jóra? Semmi jó nem származik belőlünk. Nem tudunk egyről a kettőre jutni. És ezért hálát adunk az Istennek, mert ő azt mondja Jézus Krisztus által, hogy itt jóval több van, mint Jónás. Mert az Isten nem csak kiabál, hogy vigyázz, rossz irányba haladunk, vigyázz, mert a bennünk lévő bűn meg tudja fertőzni az életünket, hanem ő az, aki tud segíteni is. Jónás próféta csak ezt csinálta. Kiabált, 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 és dörzsölte a markát, várta, hogy na, mikor fog elpusztulni Ninive. Jön-e már a tüzes eső, és nagyon csalódott volt, amikor nem jött. Jézus Krisztus viszont ma azért jön hozzánk, hogy tényleg megváltoztasson bennünket, hogy tényleg segítsen. És ezért a mai napon megköszönhetjük neki, hogy kicsit felemeli a hangját, mert jót akar nekünk. Ugyanúgy, mint amikor az anyuka látja, hogy a kisgyereke gyufával játszik, hát rákiált. Mert ha csak szépen mondja neki, a gyerek talán nem ijed meg, nem fogad szót. Vagy amikor elkezdenek az ollóval hadonászni a teremben, hát akkor nem úgy szoktuk mondani, hogy jaj, légy szíves, esetleg, ha olyan kedved van, tedd le az ollót, hanem mondjuk, hogy azonnal tedd le az ollót, most, ne szórakozz. Jézus is így van velünk. Azt mondja, hogy térjünk vissza a helyes útra. Mert mi a helyes út? A helyes út azt jelenti, hogy az Isten erejéből jónak lenni. Nem a magaméból, nem a saját erőimből, amik mindig elfogynak és mindig tévedésbe vezetnek, hanem egyszerűen odafordulok az Istenhez, és azt mondom, tegyél csodát az életemben te, változtass meg, segíts, hogy boldog tudjak lenni. Imádkozzunk hát együtt az Istenhez, tárjuk elé kéréseinket, hogy valóban
ne a saját gondolataink és a saját tévedéseink vezessenek bennünket, hanem az Isten szeretete, ami mindig jót akar nekünk. Imádkozzunk együtt, és kérjük őt.